kis játékot, egy kis vitát, induljunk ki az alapoknál. Legyen két jelentkező, mind a ketten felvesznek mondjuk 20 000 svájci frankot, ki akar lenni a két feljövő. Egyik a Marci. Én már nem veszek fel. Marci kimegy Genfbe. Igen. Felvesz 20 000 svájci frank kölcsönt, olyan paraméterekkel, hogy egy év után visszafizeti a felét, plusz a kamatokat, következő évben visszafizeti a felét, plusz a kamatokat. Stim? Legyen a kamat, azt mindig írtam föl, legyen mondjuk 5%. Te bemész a hazai bankba, és ilyen deviza nyilvántartású kölcsönt teszel fel, ugyanezekkel a paraméterekkel, 20 000 svájci frank, egy év után visszafizeti a felét, plusz kamatokat a második után. Neked a bank rendelkezésre bocsátja a svájci frankot, 20 000 svájci frankot, te nyilván átlátott forintra, mert forintra van szükséged, egy év után fizetsz, mennyit fogsz fizetni, fizeted a felé 10 000 svájci franknak, 20 000 svájci franknak mennyi az 5%-a, a 10%-a az 2000 svájci frank, tehát akkor első évben fizetsz, azt mondja, hogy 11 000 plusz 1000, az 11 000, a második évben pedig fizet szintén 10 000-et, és a 10 000-nek és akkor a 500, és csak 500, és csak 500, mert fele most már a tartozás, tehát akkor 10500-ot. Oké. Te itthon vettél fel deviza elszámolásod, ugyanilyen paraméterekkel. Hogyan számol a bank? Hát biztos csal. Biztos nem úgy, ahogy a szerződésben van. Jó. Nálad is a deviza nyilvántartásban ugyanígy fog számolni. Csak ugye forintban. Na most akkor forintosítjuk az egészet, tételezzük fel, hogy a felvételkor volt a várfolyam mondjuk 200 forint, utána volt az első év után legyen mondjuk 220, a második év után pedig legyen mondjuk 240. Tehát ma láttuk olyat, hogy mondjuk két év alatt 40 forint a várfolyama. Tehát azt jelenti, hogy a kapott összeg az 20 ezer szorozva 200-al, az összesen lesz az... Mennyi? 400? Nem, azt mondja, meg kell lennie. A... 4 millió, nem? Az 4 millió? Szerintem. Nullákat adott. Igen, nullákat adott, akkor 4 millió forint. És visszafizeti az első évben 11 ezerszer 220, az... Valaki tud számolni? Ez a telefon. A telefon. Mit számoljunk? 11 ezerszer 220. Nincs a telefonba számolva? Ez 2.420.000. 2.420.000, és a másik esetben pedig 1500x240. 2.520.000. Tehát a Marci ezt úgy csinálta meg, hogy ő bevitte a bankba a forintot, átváltotta a svájci frankba, kiment Svájcba is befizette, egyik évben, a másik évben lejárt a szerződés, te pedig forintban fizetted a banknak, és a bank elszámolta, mint devizában. Eddig egyetértünk? Vannak ellenkező véleményei? Hát igen, mert nem számoltad, amikor behozta, akkor ő forintra számolt át. Tehát azt mondod, hogy Marcs is átszámolt a forintra, tehát ott is forintosítanod kell. A Marcsinál valóban igen, ez egy lényeges pont, vagy egyik lényeges pont, hogy Marcsinál volt vételi eladási árfolyam, mert ő valójában átlátotta a pénzt, tehát amíg megkapta, akkor ugye vételi árfolyam, utána pedig eladási árfolyamot vette, még ugye a kúriának a döntése alapján, amikor csak átszámításról van szó, akkor nem jogosult a bank felszámolni ugye vételi eladási árfolyamot, ezt ugye tudjuk. Van-e még más eltérés? Én mondok egy más eltérést is. Hát a kamat is. Két különböző bankról, a kamat ugyanannyi, kamat mind a kettő ugyanannyi volt. Két különböző bankról van szó. Mi a garancia arra, hogy a Genfben lévő bank ugyanaz az árfolyammal számol a fölesztésnél, két fölesztés van, mint a hazai bank, ahol te vagy, ugye? Szerintem ugyanannyival számol a svájci bank. Milyen mértékben lehet eltérés a két banknak a svájci frank forint árfolyama között? Abból kell kiindulni, ugye globalizáció van, tehát hogyha az egyik banknak a
vételi árfolyama hát a Libor az magasabb, mint a másik banknak a eladási árfolyama, uh-huh. akkor meg nem, hogy is van? Hogyha egyik banknál olcsóban meg tudom venni, mint a másik banknál el tudom adni, akkor ugye nyilvánvalóan akkor óriási pénzek fognak áramolni, megveszik az egyik banktól a devizát, és el fogják tudni adni a másikat. Tehát csak annyi lehet a különbség a két bank között, ugye mivel a számítógépeknél pillanatokon keresztül lehet mozgatni, amennyi a vétel és az eladási árfolyam közötti különbség van. Tehát valamennyi kis különbség lehet, de az nem nagyon jelentős. Árfolyam rés. Ez az árfolyam rés, a vétel eladási. Ugye itt jön be az, hogy nálunk ugye forintosítva lettek ugye a szerződések és MNB árfolyamok lehet újra számolni. Hogyan jön be az MNB árfolyam a képbe? Hogyan határozza meg az MNB árfolyam a Magyar Nemzeti Bank a devizának az árfolyamát? Van egy világpiaci árfolyam, ami az igazodik ő is. Így van. Minden adott nap meghatározott időben, most ha jól tudom, 11 órakor, nem vagyok már biztos, de meghatározott időben minden nap megnézi a 10 legnagyobb magyarországi banknak, hogy mennyi éppen az árfolyama, amit használnak, és ebből számol átlagot, és az a hivatalos nemzeti bank árfolyama. Tehát nem a bank határozza meg az árfolyamot, hanem a kereskedelmi bankok határozzák meg az árfolyamot, és abból számolja ki a nemzeti bank. Tehát itt lehetnek még ugye eltérések, mert Marcinál ugye nyilván nem vett átszámolva a szerződés nemzeti bank árfolyammal, mert ugye kiment Svájcba és ott vette fel a kölcsön, neked viszont átszámolták. Ha volt eszel, akkor pénzváltóba váltotta vissza? Na, igen. Nem, drágább. Nem, venni jó. Nem rosszabb, mint a bank, igen. De sokkal jobb az a pénzváltó. Tehát akkor azt látjuk, hogy akkor gyakorlatilag azt, hogy kimegyek Svájcba kölcsönt felvenni, ugyanakkor a paraméterekkel itthon, gyakorlatilag nincs közte különbség. Nem a fenék. Egy picikét van. Akkor hogy van az, hogy jelenkedik akkor a szakköltség? Tehát, hogyha a banknak nem volt devizája, hanem ő ugye szapokkal fedezte az árfolyam kockázatát, vagy szintetikus devizát állított elő, vagy akármi, akkor ez a ti esetekben, ugye nálad sem, hogy te kaptál devizát, de nálad ez hogy jelentkezik? Különböző költségekben. De hol van különböző költség? Úgy javaslatok mind a ketten. Persze. Tudom, nincs semmi. Akkor nincs különbség abban, hogy a banknak volt devizája, nem volt devizája? Szerintem a banknak egy fél évben nem kerül, hát ez egyszerűen nem a papírhoz van. Nem erről van szó, nem ezt kérdezik. Ez csalás, de miért nem ezt fogok fedezni? Azt kérdezik. Lehet, hogy ezt fogok fedezni. Látszólag így, ebből a levezetésből teljesen mindegy, melyik konstrukciót választja az ember. A végeredmény ugyanannyinak kéne lennie, hogy igazodunk az állandó ezeket az árfolyamokhoz. Tehát a te levezetésedben azt a manipulációt én például nem látom. Amit elkövettek most itt. Hogyan látnád, hát deviza, hát itt mind a kettő deviza kölcsön. Nem. Hogy mondjam, én valóban megkaptam a devizát. Itt a különbség, itt a vége. Igen, itt a vége, tehát az, hogy ő átvette ténylegesen a devizát, és lehet, hogy el se költötte, hanem ott van, és arra spekulált, hogy majd 250 lesz az árfolyam. Nem váltott bár, később beviszi, neki csak a kamat terheli, semmi más. Ők nem terveli más, csak a kamat. Viszont a Juditot már az árfolyam is fogja terhelni, függetlenül attól, hogy volt váltás, vagy nem volt váltás. Tehát, hogyha ő megfogja azt a 20 000 svájci frankot, és berakja a párnába, és két év után ennek a kamataival bevallag, ő csak a kamatokat fizeti, árfolyam veszteséges sem. Jó, de nem az életük valószínűleg. Világos, csak próbálom a rendszer szinten. Mindig nem értem, hogy miért kell ehhez van. Hát ez egy számít, egy csalatjék. Egy számít, egy csalás. Miért kell ehhez? Mindig mondja, hogy forex szívek szop, és ha nincs reforex, az van, mi van? Én abba gondolom a különbséget, mert most már rájöttem, hogy nem különbséges sem. Amikor fölveszik a deviza kölcsönt, akkor a forintra erősítő hatást gyakorolunk. De igazából nem csak a swap gyakorol rá felülértékelő hatást, hanem amikor kimegy külföldre az ember, fölveszi a devizát, akkor azt átváltja forintra, azzal is erősíti a forintot, hiszen a forintra keresletet generál. Juditnak elmondom, hogy miért kellett hozzá swap, hogyha ha a bank nem szerez be kötvényekből, tehát svájci frank kötvényekből, vagy nem kér az anyabankától svájci frankot, vagy betétek, vagy nem kér hit kölcsön, tehát betétek, nem tud svájci frank betétet, akkor a banknak a követelése felét
mint mert te vettél fel kölcsöt, a svájci frankban van, még a banknak nincsen svájci frankban a másik oldalon, forrása. Kötelezettsége, forrása. És ez egyenlőtlen, ez úgy hívják, hogy nyitott a pozíciója. Nyitott deviza pozíciója. Nyitott deviza pozíciója, amit a törvény nem enged meg, és azt neki ezt rendeznie kell. Vagy tesz féle pénzt, hogyha váratlan negatív árfolyamozgás van, hogy fedezze a kárát, vagy pedig fedezi úgynevezett deviza swappal. Sem megyek bele micsoda, ez egy bank közé deviza műveletek, amire sokkal azt mondják, hogy ez költségként jelentkezik meg az adósnál, és rosszabbul jár, aki deviza elszámolású swapokkal bonyolított. Miért kéne azt fedezni? Gyuri, tehát ő vonatkoztassa el, most feltételezzük azt, hogy igaz az, amit mondanak. Ez a játék. Most vonat feltételezzük, ezt játsszuk. Akkor többen mondják azt, hogy a kezelési költségben van elrejtve a swap költség. Hallottátok már ezt a kifejezést valami bankoktól? Tehát azért van a kezelési költség, mert a swapnak az ügyletei oda vannak betéve. Akkor van ilyen. Igen. Le van ez írva a szerződésben? Nincs. De az, hogy kezelési, dehogy nem áll. A kezelési költség le van írva, de az, hogy ez a swapot tervezni. Mit tartalmaz ez a baj? Hogy nincs leírva, hogy mit tartalmaz a kamat, milyen költségeket tartalmaz, és a kamaton felül megjelenik a kezelési költség, mint költség. És ez sem indokolja meg a bank. Azért most már buknak is ezen. Ezért ment ki a kúria az Európai Bírósághoz, hogy a kezelési költséggel kapcsolatban megkérdezik, hogy kellett-e az adósnak megmondani azt, hogy mire vonatkozik az a költségben, nem? Ezek szemben két ellenvetésem van, hogyha benne lenne a kezelési költség a szabban. Egyik az, hogyha nekem az plusz költség, hogy a bank nem szedett be devizát, ugye Marci például, amikor leszerezte, akkor miért terjeli rám az, hogy ő megspórolta a deviza veszélyét, akkor miért terjeli rám az plusz költségben, mikor ezt nekem nem mondta el? Hát miért választak én egy olyat, ami még plusz költség? A másik pedig, hogy a forint költségeknél sok kezelési költség. Forint költségeknél viszont nem kellett a banknak swapolnia, mert ugye forint betétben volt. Tehát az megint egy olyan, hogy a forint költségnél is van kezelési költség, ott meg viszont nem kellett meg a swap. Tehát itt megint borul az. De a törvény azt mondja, hogy a kamatnak kell tartalmaznia minden költséget. Igen, de egy idő az árfolyam rés is kamat jellegű költség volt, tehát még ilyet is képes volt azt hiszem, újra olyan, aki megfogalom, hogy kamat jellegű költség, nincs értettem. Na, de már nincsenek kezelési költségek most már. Most már nem is engedik, tehát igen. Most már úgy van a jogszabály, hogy kamaton kívül más havonta rendszeresen jelentkező költséget, tehát díjat nem számolhat fel a... Az a mennyi munka.